egyik egyetemi bulin már egyikőtökben sem volt kétely és kérdés azt illetően, hogy a másikkal szeretné a legtöbb idejét tölteni. Emlékezzetek vissza az ezt követő időszak nehézségeire és szépségeire. Arra, hogy milyen volt az egymás nélkül töltött idő, ugyanis, ahogy korábban is említettem, Claudia és Máté története minden, csak nem fordulatoktól mentes volt. Máté több alkalommal is hónapokra külföldre csábította az egyetemi évek alatt a szakmai gyakorlata. Ám ti kitartottatok egymás mellett, és csak még szorosabbá fűzte kettőtök kapcsolatát ez a próbatétel is. A franciaországi Disneyland mindig is a mennyasszony nagy álma volt. Akik jól ismerik őket, tudhatják, hogy kerülik a felhajtást, így sikerült a hatalmas tömegtől elvonultan meghitté, és mégis felejthetetlenné tenni a lánykérés pillanatait Mátének. Kijelented-e, Csoba Claudia, hogy az itt jelen lévő Vakarcs Mátéval házasságot szeretnél kötni? Igen. Kijelented-e, Vakarcs Máté, hogy az itt jelen lévő Csoba Claudiával házasságot szeretnél kötni? Igen. Másfél nap is sok tőled távol. Csodának látlak én téged, azért hiányzol. Azok vagyunk egymásnak, mint völgy a hegynek. Nélküled, mint partra vetett cseppje messzi tengernek. Félgőzzel, félig megyek, addig fogom kezed. Hagyd, ha bolond leszel. Csak hadd legyek veled. Though I try to resist, I can't fight.